Ha jól tudom, 2009-ben elindítottál egy Erasmus programot. Lehetne tudni erről valamit? Igen. Az Erasmus program egy felnőtt képzés, egyhetes szellemi műhelymunkák jelent 40-60 fős csoportok számára, Ispánkon, az Arcanum iskolában, és mondhatnám, hogy spontán keletkezett, de nem így volt, hanem, hogy úgy mondjam, populáris kívánság miatt léptük ezt életbe. A szó maga az ókori görögöknél a szegények pénzét jelentette. Szegény emberek a klasszikus görög korszakban összefogtak, és a spórolt pénzüket összerakták, és ha valamelyikük bajba került, akkor a többi rendelkezésre bocsájtotta ezt az összeget. Nos, én azért választottam ezt a nevet, mert egy ilyen csoportosulás, aki elhatározza, hogy szellemi önművelésbe kezd, ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy amink van, azt most összetesszük, és egymást segítjük bizonyos rálátásokhoz, amikhez egyedül nem juthatunk hozzá. Ezért választottam ezt a nevet. Tehát akkor itt most nem konkrétan pénzről van szó? Ó nem. Itt szellemi pénzről, szellemi kincsekről van szó. És hát ennek most már 8 éve, és ebben az évben jutottunk el az Erasmus 5 fokozatára, amiről, ha jól tudom, én a novemberi konferenciánkon, ahol kedves Jenő, te is ott voltál és résztvevő voltál, beszéltem is, hogy az Erasmus 5-re nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, akit érdekel egy minimális áttekintés az élet szellemi alapjairól és az emberiség további fejlődésének szellemi feltételeiről, hiszen ebben dolgozom. Sajnos az adminisztratív és bürokratikus szellemek közbeléptek, és a mai 400 jelenléti ívet, amit begyűjtöttünk novemberben tőletek és egyéb kedves emberektől, az sikerült elveszítenünk. És így most nem tudtam ezeket az embereket értesíteni, hogy június 26-án kezdődik egy egyhetes Erasmus 5 Ispánkon. Nyilvánvaló, hogy elég hamar van ez a bejelentés, tehát aki most nem tud rá jelentkezni, de érdekelné egy ilyen minimális bevezető áttekintés, értem ez alatt az emberiség szellemi tudatfejlődésének a története, az emberi élet magasabb dimenziónak bemutatása, az emberi földi élet magasabb céljainak a megismerése, azok számára én nagyon szívesen tartok egy bemutató, bevezető egyhetet, kezdve az emberi természet szellemi alapjaitól, egészen Rudolf Steiner beavatási módszeréig. Tehát én szívesen várok, látok mindenkit, ez szeptember 4-e és 9-e között történik majd Ispánkon. Keressenek meg bennünket, akiket ez érdekel. Bár most júniusban is tartasz egyet. Igen, akinek ez még belefér, tekintve, hogy ma június 8-a medár napja van, és mindössze 2,5 hét múlva már kezdünk, de még nyitva van ez a lehetőség is. Itt tulajdonképpen a fő témánk az európai lélek, a közép-európai lélek higiéniája, az európai szellemi feladat tükrében, amit a mai világhelyzet sokszorosan nyilván igazol, hogy nekünk hatalmas feladat juttatott a világszellemi vezetéstől, pontosan ebben a korban, amikor Európa sorsa egy mély küszöbhöz, mondhatnám szakadékhoz érkezett. Ennek a szakadéknak a meglátása, ennek a létszakadéknak az áttekintése, és a lenni vagy nem lenni kérdésével való szembesülés része a közép-európai lélek higiéniájának. Erre szükségünk van, mert mindenki számára nyilvánvaló, hogy a jelenlegi világrend fenntarthatatlan. Tehát a szemünk előtt foszlik szét az eddigi életszövet, ami tulajdonképpen a II. Világháború óta fenntartotta ezt az európai békét, virágzást és egyebet. Most ez most hullik szét körülöttünk, és itt a szellemi okok, a szellemi lehetőségek, és az, ami nekünk feladatul jutott ebbe a folyamatba, borzasztó sürgős lenne megismerni. A Moltke mondatát tenném ide, Helmut von Moltke, a német hadsereg vezérkari főnök az első világháborúban, Rudolf Steiner egyik legjobb tanítványa, mondta azt 5 évvel a halála után üzente a szellemvilágból, hogy Európa
el fogja veszteni régi köntösét, le kell vetnie régi köntösét, és most egy darabig mesztelenül fog kóborolni a világban. Ezt mondta 1921-ben. Most a mi feladatunk az, hogy ezt a mesztelenséget szellemi megértéssel, új köntössel felöltöztessük. Tehát Európa új ruháját azoknak az embereknek kell megszőni, akik megértik az európai feladat értelmét, jelentőségét, és hogy úgy mondjam, vállalják ezt a feladatot függetlenül attól, ezt kell mondanom, függetlenül attól, hogy képesnek érzik-e magukat, mert ez nem érzés kérdése, ez sors kérdés. Ha én itt most a harmadik évezved 17. esztendeiben Közép-Európában élek, nyitott szemmel, nyitott szívvel járok, érzékelem a világ állapotot, akkor alkalmas vagyok egy minimális áttekintésre. De ehhez kell, tényleg kell egy szellemi alap, amit meg kell szereznem magam számára. Tehát önművelés, tájékozódás, és akkor rá fogok jönni arra, hogy igenis ez az én feladatom, mert ahogy Hamvas Béla mondta, bolond az, aki a személytől független változásban hinni tud. Ezt nekünk kell elvégezni. Most ennek a feladatnak az alapjait, az európai polgár természetrajzát, lélekrajzát állítjuk mi fel Ispánkon, és élünk együtt egy hétig ebben a szellemi áramlatban. És én nagyon-nagyon boldogan várok mindenkit, akiben fölébredt valami olyan fajta érdeklődés, ami inkább sejtelem, hogy ez egy olyan feladat, ami neki való. És még egyszer hangsúlyozom, nem leltárba kell szedni a képességeimet, mert akkor a lélek, mint a fehér egér, kifut a tett színhelyéről, hanem tudnom kell, hogy mivel egyáltalán figyelek egy ilyen bejelentésre, ez már nekem szól. Tehát ez a sorstörvények mélyebb értelméből következik. Tehát elkerülhetetlenül az én feladatom. Az igazság, a valóság felfedezésre vár, nincs többé elénk tálalva, mint akár 100 évvel ezelőtt. A hazugság diétán a lélek legjobb erői lassan paralizálódnak. Ennek számtalan jelét látjuk. A biztonság elvesztése, a lelki belső bizonyosság eltűnése, saját lelki áramlataimnak a biztos tudása, ami azelőtt az embernek nyugalmat adott, körültekintési lehetőséget, mindent elveszítünk lassan. De újra Makovecet idézve, változó, egyre fényesebb időket élünk. Sorsunkért, jövőnkért hajlandók vagyunk energiákat áldozni, kiművelni magunkat, értjük azt a szellemi törvényt, vagy érezzük magunkban, hogy az egyéni sors eltéphetetlenül benne van a kollektív európai sorsban, Európának nincs jövője nélkülünk, és Európa jövője mi vagyunk. De nélkülünk sincs Európa, Európa sincs nélkülünk. Ez az európai polgár alapvetése. Amire szükségünk van, és ez dr. Steiner, hogy úgy mondjam, itt hagyta nekünk, nem könnyen és nem futólag megközelíthetőleg, hanem kemény munkával felfedezhető, hogy képes vagyok teljesen új módon elmélyülten gondolkodni, képes vagyok mélyen átérezni dolgokat, és képes vagyok előhívni az akaratomat. Képes vagyok egy előítélettől mentes, közép-európai szakrális szemlélet kialakítására. És ezzel beállok abba, hogy úgy mondjam, hadtestbe, amely Mikhail arkangyal kardja alatt ezt a csatát meg fogja vívni. Nem fegyveres csata lesz, hanem szellemi csata. A világ bitorló fejedelmét szolgálom, vagy pedig a világ énjének urát, az emberi karma urát, aki a Golgota óta Krisztus. Tehát ebben a kérdésben érkeztünk a szakadék szélére. Nagyon fényes, lehetőségekkel teli, rendkívül ijesztő korszak. De mindenki, aki a legcsekélyebb érdeklődést mutatta eddig az életnek eme dimenziói iránt, azért mutatta ezt az érdeklődést, mert milyen benne van a sorsába. A többi már az ő dolga. Ezt magából előhívni és kultiválni. Amit segítséget, társulást ehhez adni lehet, azt Ispánkon megadjuk. De a munka az övé. Tehát nagyjából ezt tudnám neked itt Dióhéjban mondani. Valamint idézném egyik kedves barátomnak, egy Bázelben élő antropozófus írónak a mondatát,
ma nem elég valamit nem akarni. Valami mást akarni kell, és akkor a mágus belehal. Na ez a jövőnek a szellemi képlete.